Már meg kellett volna érkeznie. Mindig késik. Régi szokásához illően. Amúgy a barátja már megérkezett, csak még kiment toalettre. Hát itt van Áron. Szevasz, André! Na, hogy van az én rég látott magánnyomozom? Látom, jól el vagy havazva. Jó rég találkoztunk már. Csodálkoztam is, hogy most szakítottál rám időt. Eddig mindig valami fontos dolog miatt visszamondtad a megbeszélt találkákat. Na és hogy vagy? Na várj, előbb én! Képzeld el, a kishugomnak megkérték a kezét. Gratulálok. Jövő héten lesz a lagzi. Jó vágású férfit fogott ki magának. Rendes, dolgos ember. Valami ügyvédféle. Azoknak mindig jól megy. Tudod, hogy van ez, Endrém. Így legalább sem a jövőjével, sem az anyagiakkal nem lesz gondja. Én mondom neked, megfogta vele az Isten lábát. Endre! Nem is figyelsz te rám! Ne haragudj, te figyelek, folytasd. Kell. Anyád halála óta vagy te ilyen. Azóta zavar csak téged, ha a közeledben bárki a családodról beszél. Nem értelek, barátom. Komolyan mondom, egyszerűen nem értelek. Nézd meg! Van egy gyönyörű 7 hónapos kislánya. A feleségettől hallottam, hogy már az is kész csoda, hogy van gyereketek. Meddő vagy, ha jól tudom. Vagy hogy is mondják ezt a férfiakra? Igen, így mondja. Mindegy, van ilyen. Szép kislány. Remélem nem sértelek meg, de inkább az anyjára hasonlít. De várj, igen. Talán az orra a tied. Na jó, igen, de ha meg fiam lenne, akkor én meg rám hasonlítana. Persze. Igen, biztosan. Ennek ellenére, barátom, nem értelek. Komolyan mondom, nem értelek. Van egy gyönyörű feleségem, egy gyönyörű leányod, és te mégis boldogtalannak tűnsz. Mindig is szeretted az irodalmat. Már kisiskolás korunkban nagy könyvmoly voltál. Emlékszem, volt az a kis incidens, amikor eltűntél néhány órára. Ő egy szerdai nap volt. Egy csütörtöki. Mindegy is. Nem voltál ott. Eltűntél. Viszont az egyik volt osztálytársunk, a kis coffos Annácska, aki mellesleg azóta gyönyörű nővé érett. A minap találkoztam vele. Kellemes társaság. Megittunk egy kávét, aztán jött minden. Ahogy szokott. Szóval Annácska azt hitte, hogy te voltál az. Mindenki elkezdett aggódni, még a rendőrséget is hívták. Néhány óra elteltével azonban jött a könyvtáros, hogy rád talált a könyvtár egy eldugott sarkában. Valami könyvet olvastál, de annyira elmerültél benne, hogy nem nézted, milyen gyorsan felé is az idő. Nem értem, hogy lett belőle egy nyomozó. Hamarabb képzeltelek volna el, mondjuk, magyar tanárnak. De hát ez van. Itt volt a detektív, nem akart bejönni, azt mondta, nagyon siet. Rám hagyta, hogy adjam át az üzenetet. Szóval azt üzeni, hogy idézem, bizonyíték erejű fényképet készítettem a feleségéről, miközben megcsalja önt egy bizonyos Szalai Áron nevezető férfival, pont.
A két megfigyelt személy viszonya arra enged következtetni, hogy a románc nem új keletű, valószínűleg már években mérhető. Pont. Hát ennyi. Te figyeltetted a feleséged? Ennyire nem bízol meg benne? Komolyan mondom, barátom, megérdemled, hogy boldogtalan legyél. Ez már nem aktuális. Van egy gyönyörű 7 hónapos kislány. Hogy a románc nem új keletű, valószínűleg már években mérhető. Inkább az anyjára hasonlít. Nem új keletű. Meddő vagy. Években mérhető. Talán az óra a tiéd. Években. 7 hónapos. Vicces egy mondat ez.